És akkor éppen itt folytatjuk, kevesebb mint 7 hét van az országgyűlési választásig. Ahogy Zoltán is mondta, idén először a parlamenti választással egy időben lesz egy népszavazás is. A gyermekvédelmi népszavazás 4 kérdésére lehet válaszolni, igennel vagy nemmel. A kormány szerint így lehet megvédeni a magyar gyerekeket, mert egyébként rossz irányba tart a gendervilág. Az Alapjogokért Központ elemzőjét, Párkányi Esztert kapcsoljuk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Engedje meg, hogy felolvassak egy interjú részletet. Nyilvánvaló, hogy amikor 12 éveseket, kisfiúkat látunk lányoknak és nőknek öltözve, akik meleg férfiak előtt vetköznek és pénzt dobálnak nekik a színpadra, csak arra tudok gondolni, hogy nekem homoszexuálisként miért kell elmondanom az embereknek, hogy tartsák távol a gyerekeiket az életemtől és az ilyen helyektől. Ezt egy drag queen nyilatkozta az Egyesült Államokban, a V4N a hírügynökség közölte ezt az interjút egy olyan Los Angeles-i eseménnyel kapcsolatban, ahol késő este gyerekeket lehetett látni a kifutón az előbb említett helyzetben, de több olyan hír is napvilágot látott, amikor az úgynevezett drag queenek tartanak előadást a gyerekeknek, mesélnek mesekönyvekből. És hát adódik a kérdés, hogy sokan még a felnőttek közül sincsenek tisztában, hogy pontosan mit jelöl ez a kifejezés. Egy gyermek azt tudja, hogy milyen élethelyzetben lévő ember mesél neki? Ebben nem vagyok teljesen biztos. Én, hogyha az óvodában ezzel a jelenséggel találkozom volna, akkor inkább megrémülök, mint hogy mesét akarjak hallani tőle. Ugye a drag queenek azok nőnek költözött férfiak. Magyarul talán a legjobban úgy lehet fordítani, hogy put királynő, ezt a kifejezést szoktuk rájuk használni, és bizony nem csak az Egyesült Államokban létező jelenség ez, hanem Európában is több helyen, de leginkább az Egyesült Királyságban fordul elő, hogy úgynevezett érzékenyítő meséket olvasnak fel ilyen drag queenek, vagy az iskolában, vagy nyilvános könyvtárakban. Én azokat a szülőket sem értem, akik egy ilyen eseményre elviszik a gyermekeiket. Több eset volt már, amivel mi is foglalkoztunk az Alapjogokért Központnál, a politikailag korrekt hírszemlénkben, amikor utólag kiderült ezekről a nőnek öltözött férfiakról, hogy korábban pedofil bűncselekmények miatt elítélték őket, tehát még csak gyerekek közelében sem lehettek volna. Azt a tapasztalatokból le lehet szűrni, egyáltalán megjelennek ilyen tapasztalatok, hogy miként hat egy gyermekre, egy kiskorúra, hogyha a mesében a királyfi mondjuk homoszexuális, vagy ha éppen a mesélő egy kirívó ruhában, színes hajjal magát teljesen átfestve jelenik meg és mesél? Nem vagyok pszichológus, úgyhogy ilyen minőségben nem tudok erről véleményt nyilvánítani, viszont az megfigyelhető, vannak különböző az interneten elérhető videók, amikben leültetik ilyen drag queenekkel szembe a gyerekeket, és akkor az első reakcióikat várják, leginkább azt mondják, hogy hát megmondják neki, hogy furcsán néz ki, vagy szokatlan, hogy női ruhában van, tehát azért valamelyest félve közelítenek feléjük, viszont ez hozzá lehet szoktatni a gyermekeket, és azt is láthatjuk, hogy vannak olyan szülők, akik kifejezetten arra ösztönzik a saját gyermekeiket, hogy ők is öltözzenek be ilyen drag queennek, számos ilyen hírességről, ilyen gyerek drag queenről lehet hallani, és amikor meginterjúvalják a szüleiket, akkor támogatólag nyilatkoznak, nagyon örülnek neki. Az egyik ilyen gyermek drag queent úgy hívják, hogy Desmond is amazing, és egészen kicsikora óta űzi ezt a tevékenységet. Vele kapcsolatban is volt egy olyan eset, amikor a színpadon vetkőzött és felnőtt férfiak pénzt dobáltak neki. Tehát, amit ön említett, szerkesztő úr, ez a Los Angeles-i vagy kaliforniai eset, ez sajnos nem egyedülálló. Az Egyesült Államokban a közelmúltban kavart nagy port az az eset is, amikor egy 12 éves lány szüleit azzal hívták fel, hogy már másodszor próbált meg öngyilkosságot megkísérelni a gyermekük. Ebben az esetben arról volt szó, hogy a lány fiús játékokkal játszott, és hogy az iskolában rávezették egy tanácsadó segítségével, hogy hát hiszen ő lehet fiúként is tud létezni, de a kislány félt attól, hogy mit fognak szólni a katolikus szülei ehhez, ezért próbált meg öngyilkosságot kísérelni. Hogy lehet a szülők elől? Ön említette, hogy sokan szülőként beleegyeznek, de ez az eset is rávilágít, hogy vannak olyanok, akik nem is tudják, hogy mondjuk az iskolai foglalkozások keretében mi történik. Teljesen abszurd ez az eset is, hogyha megengedi, hogy egy kicsit személyesebben beszéljek.
gyermekkoromban én is játszottam dinoszauruszokkal és autókkal, és soha nem kérdőjeleztem meg azt, hogy lány vagyok-e. Úgyhogy azért is veszélyes az iskolában a gender ideológiának teret engedni, illetve azt megengedni, hogy a szülők tájékoztatása nélkül tanárok vagy aktivisták ilyen témákról beszéljenek a gyermekeknek, mert ezzel nagyon könnyen megzavarhatják őket. Tehát valószínűleg ennek a kislánynak fel sem merült volna a fejében, pont egyébként az otthonról hozott világnézete miatt, hogy az autókkal való játszás miatt akár fiú is lehetne, és egyébként az mondjuk egy biztató tendencia, hogy Floridában már megkezdték egy olyan törvénytervezetnek a tárgyalását, ami sokban hasonlít a magyar gyermekvédelmi törvényhez, ugyanis a szülők jogát akarják megerősíteni, hogy ők döntsenek a gyermeknek a neveléséről, és éppen ezért az iskolákból ki akarják tiltani az LMBT propagandát. Ez természetesen a szülők legalábbis a nyilatkozatok alapján üdvözölték, viszont az ilyen LMBT szervezetek már most felemelték a hangjukat, pedig még csak a törvényhozási bizottságában jár ez a javaslat. Ezek az Egyesült Államok beli példák és angliai példák voltak, de az új német kormányban, a családügyi minisztériumban kvírügyi miniszteri biztost neveztek ki, és január óta már Svájcban nem kell orvosi igazolás ahhoz, hogy valaki besétáljon egy hivatalba, és ott egy összegért megváltoztassák a nemét. A magyar kormánynak a gyermekvédelmi népszavazással kapcsolatban gyakran kapja azt a vádat, hogy ez egy homofób, és összemossa az LMBTQ kérdést a pedofíliával. A hazai baloldali politikusok arra szólítanak fel, hogy nem szabad részt venni, el kell tépni a népszavazás papírját. Nos, ez elég aggasztó, hogy a magyarországi baloldal így látja. Ugye ők akár csak a migrációs népszavazás kapcsán, meg a migrációs válság kapcsán áll problémáról beszéltek, most is azt a véleményt fogalmazták meg a baloldali politikusok, hogy tulajdonképpen itt csak egy uszításról, gyűlöletkeltésről van szó. Magyarországon nem létezik ilyesmi, holott az elmúlt hónapokban azért előkerültek olyan ügyek, amikor a szülők tájékoztatása nélkül LMBT aktivisták tartottak magyarországi gimnáziumokban, és akár még olyan gimnáziumokban is, amik 6 vagy 8 osztályosak voltak, tehát 14 éven aluliakhoz, nem csak 18 éven aluliakhoz is eljutottak az LMBT aktivisták. Úgyhogy egyáltalán nem áll problémáról van szó, úgy gondolom egy megelőző csapás, sokkal nehezebb az iskolákból kitiltani az LMBT ideológiát és a gender ideológiát, mint most egy megállt parancsolni neki. Ugye láthatjuk azt a különböző esetekből, hogy a gyermekek lelkére ez milyen hatással van, tehát a kislány is, aki öngyilkosságot próbált meg elkövetni, vagy Bécsből hallottunk olyan esetet, amikor a gyermekek iskolai foglalkozáson olyan dolgokkal találkoztak, ami megbotránkoztatta őket, tehát a gyermekvédelmi népszavazás igenis fontos, és nem egy kormányzati álprobléma, ahogyan azt próbálják beállítani. Arról pedig, hogy az a vád éri ezt a népszavazást, illetve magát a gyermekvédelmi törvényt, hogy összemosná a homoszexualitást, a transzexualitást és a pedofiliát, ez egyszerűen nem igaz. Szeretik így beállítani a progresszívek, viszont itt ugye egy törvénycsomagról volt szó, ami több már létező törvényt módosított, pontosan a gyermekek testi és lelki épségének a védelmében. Az országgyűlési választásokkal egy időben mondhatják el az emberek a véleményüket ezzel kapcsolatban. Párkányi Eszternek köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.